Élesztő felfuttatásához van nekem itt 50 ml langyos vizem, és most egy teáskanál méz van benne cukor helyett, mert hogy a méznek a glikémiás indexe alacsony. Beleteszünk 20 g élesztőt, és hagyjuk szépen felfutni. Pár perc az egész. Élesztő első osztályú, kezdjük a hadműveletet. Kicsit félretesszük, kell nekünk a 3 darab tojás. A tojás az szobahőmérsékletű, ha élesztővel dolgozunk, meg egyáltalán ha ketogén dolgokat főzünk, akkor szobahőmérséklet a mi irányadó. Szóval 3 szép gyönyörű tojás, kicsit felverjük a sóval. Ez csak egy fél kis kanál só, én nem rakok bele többet, inkább majd a feltét legyen ízesebb. Tehát fél kis kanál só, 3 tojás. Jöhet bele az élesztő. Az olvasztott zsír. Mindennek a pontos mennyisége le lesz írva az infoboxba, már nem mondom meg itt munka közben, mert nem tudok odafigyelni, és félre beszélek általában. Múltkor nagy bakit vétettem, ez közben. Mindenképp kell bele egy pupozott evőkanál utifű maghéjpor, és bambuszrosliszt, most határozottan emlékszem, hogy 20 deka, 20 gram, bocsánat. Ez, ami biztos kell bele, amivel játszunk a végén, az a zabrosliszt lesz. Tehát az ki van készítve nekem egy 40 grammos adag. És azt fogom úgy beletenni, hogy érzéssel. Ugye mindig attól függ, mekkora a tojás. Ebből vagy többet rakok a végén, vagy kevesebbet, de minden más, mert pontosan nem hagytam ki semmit, jól van. Na, hát akkor nézzük. Nem rakom bele az egészet. Most már villára váltok. A zabroslisztről annyit kell tudni, hogy az égvilágon semennyi szénhidrát nincs benne. Olyan, mint a téglapor. Ízese valami extra, de ehető, tehát nem azt mondom, hogy hű, de rossz. És egyáltalán nem barátságos vele dolgozni, tehát csak azért lehet ezt nyújtani, szerintem, mert a bambusz és az utifűmaghéj az nagyon jó együtt. És így elviselik ezt a kis zabrostot, mert amúgy egy nagyon sprőd valami. Viszont valamit valamiért nincs benne szénhidrát egyáltalán. Nézzük ezt az állagot, ebben még egy picit beleteszünk, szerintem ezt beletesszük, jó. Akkor ez megvan, jó. És most már, hogy a villa sem annyira hasznos nekünk, jön a kezünk. Nem túl sokáig összegyúrjuk, csak hogy egy szép kis gombócot kapjunk. És amikor nagyjából összeállt, akkor szép gombócot gyúrunk belőle. Álljon össze szépen, mert utána már nem nyúlunk hozzá, tehát ha most hagyjuk egy ilyen 10-15 percet állni, nem csak azért, mert az élesztő össze, vagy elinduljon benne a kis munka útján, szépen beszélek, hanem hogy a lisztek össze találkozzanak, és azok is össze kell érjenek egy kicsit. Meg vagyok elégedve, szép kis cipó, és itt hagyjuk egy 10-15 percre. Nyugodtan hagyhatod akár fél órára is, nem fog neki rosszat tenni. Pihenés van. Hát kérem, 15 percet hagytam neki, és most nyújtjuk. Van az előkészített kis papírom. Kivesszük a gombócot. Minden ilyen keltésztás nyújtandó valamit, mint a hagyományos liszttel lehet, a bambuszros liszttel is nyugodtan szórhatsz alá, fölé, magára, a tésztára is.
Sőt, még nyújtás közben is kell majd, mert amúgy egy kicsit ragad. Na, hozzuk középre. Egy kicsikét zoomolnom kell, bocsánat. Nyújtjuk! Nem kell megijedni, az abrós liszt miatt a széle ilyen kis törékeny, de nagyon szépen lehet kézzel formázni a végén. És maga a pizza, ha megsül, nem fog eltörni. Ne sajnáljuk a lisztezést. A cél az lenne, hogy a papírt kitöltsük, maximum egy fél centiméter maradjon, pont akkora, mint a forma. És mondom, ilyenkor lehet itt a kezünkkel kicsit összegyurmákolni. Erre kell még nyújtsak. Normális esetben, ha más alapanyagot használok, és nem a zabrostot, akkor kettő tojás is elég. De mondom, hogy a zabrost egy... Én magamban téglapornak hívom. Ahhoz kell a három tojás, mindenképp. Íme, itt van, csak így megmutatom, nem tudom mennyire látszik. Hát ez egy ilyen 3 mm, 2-3 mm, tehát nagyon jól nyújtható az egész. És most megsütjük. Itt van a kis pizzasütőm. Ez egy 30 cm átmérőjű sütő, nézzétek meg, belakjuk sütni. Minden kettő dolgot, ami főleg ha élesztős, csak és kizárólag alacsony hőfokozaton sütjük, szinte egész végig. Tehát mondanám, hogy akkor kettes és hármas között, akinek jó sütője van, nekem egy kis vacak van, de nem baj, sütjük. Juhú, ezt nézzétek meg! Kész a félkész pizzám. És megmondom nektek őszintén, nem tudom, hogy hogy fogom mutatni, hogy látszik-e. Megpróbálom így. Nagyon szép lapos lett, gyönyörű az alja, és így most félkész. Gyorsan megtöltjük, mármint hogy gyorsan teszünk rá feltétet, és aztán már csak 10 perc, és megy be szépen a sütőbe egy utolsó összesütésre. Csökkentett cukortartalmú ketchup, nem vagyok rá büszke, de finom. Rá vagyok kattanva a bazsalikomra a zsájával, úgyhogy most teszünk rá bőven. Nagyon szeretem. Friss kerti bazsalikom zsája. És most húsimádó lesz. Kis csabai kolbász. Ha, csodálatos kis békön rózsák. Ez a nagyot középre. Egy kis paradicsom. És az elmaradhatatlan mozzarella sajt. Ugye a rózsákat azt ne fedjük be vele. Na, amikor ez megvan, vissza a sütőbe 10 percre, ezt én már ilyenkor teljes lángon szoktam, hagyd piruljon. Ú, de jól néz ki. Hát, nagyon büszke vagyok, el kell mondjam. Egyszerűen ámulatos és bámulatosan szépséges pizza. Elkészült. Még egy kis díszítés. Ide. Egy kis olyan bazsalikom. Egy kis ketchup. Light. Lightos ketchup. Hát ennyi. Leszedjük a papírt alóla. Nagyon könnyen le kell jöjjön. És most fogom ketté törni a pizzámat. És kezdhetem előről. Ó, nem. Wow, csodálatos. Na kérem, a lényeg, hogy ennek az egész pizzának az alapja, maga a pizza alap összesen 2,4 g nettó szénhidrátot tartalmaz. Szerintem ez zseniális. Ráadásul még finom is. Jók legyetek!